A Pitypang meséje rövidített változat Tompa Mihály nyomán. A virágok tündére egy napon meglátogatta alattvalóit, s megkérdezte, nincs-e panaszuk. A kényes kerti virágok sorban panaszkodni kezdtek. A rózsa irigyelte a viola édes fűszeres illatát. Azt kérte, hogy az emberek csak az ő illatában gyönyörködjenek. A tündér jó szívű volt. Megsimogatta a csöndes violát, s megszívta a rózsát. A százszor szép töviseket szeretett volna, hogy ne tudják őt leszakítani. A lilium élesebb kardokat kért. Az estike pedig nem este, hanem reggelenként szeretett volna nyílni. A tündér zokon vette a sok panaszt, rossz kedvűen ment el. Útközben találkozott az út szélén virító Pitypanggal. Őt is megkérdezte, nincs-e panasza. A Pitypang nem kívánt semmit, de szomorúan felsóhajtott. Mégis elmondta a tündérnek nagy bánatát. Messzi földről érkezett ebbe az országba, s nem láthatja soha többé már régi hazáját. Szeretné, ha legalább a gyerekei eljuthatnának oda. Ehhez viszont szárnyakra lenne szükség. A csodatévő tündér segített rajta. Úgy intézte, hogy a Pitypang fiai és lányai, vagyis a termés bóbiták szárnyakkal szülessenek. A szél felkapja őket, s röpíti hegyen völgyen át. Így némelyiknek sikerülhet eljutnia az elhagyott.